Köszöntöm a Csiribiri nézőit! Az elmúlt napokban több óvodában is Szent Márton kultusza volt a középpontban. Márton még a római korban, Szaváriában, a mai Szombathelyen született. Rengeteg minden kapcsolódik az ő életéhez. Az egyik legismertebb az, hogy hideg időben egy koldussal találkozott, akinek odaadta fél köpenyét. Ez nem volt egyébként egy annyira egyszerű dolog, hiszen már akkor is komolyan vették, hogy a kincstári tulajdonra vigyázni kell. Az őzikés óvodában is minden évben megünneplik Szent Mártont, akinek névnapja ugyebár november 11-én van. Ilyenkor kis műsorral készülnek az óvodások, majd pedig lampionos felvonulást tartanak szüleikkel együtt. Ezúttal egy picit különleges is volt ez a műsor, ugyanis a legkisebbek mutatták be, mit is tudnak Szent Mártonról. Másfél évtizede minden évben, így idén is versekkel, énekekkel és lampionos felvonulással készültek az őzikés óvoda kisgyermekei a Szent Márton napra. Ez alkalommal azonban kis változással. Először fordult elő ugyanis, hogy az intézmény legkisebb képviselői álltak nagyobb társaik elé a műsorral. Lampionokat készítünk közösen, akkor Mártonról, illetve a róla szóló történeteket meséljük el a gyerekeknek, ludakról, mert ugye az is kapcsolódik a Márton naphoz, szóló énekeket, körjátékokat játszunk, és ebben az évben először kis csoportosokkal fogunk műsort adni, úgyhogy a mókusos kis csoport fog szerepelni. Az óvodások megtanulták Szent Márton életét, sőt, ki is próbálhatták magukat, mint jótevők. A gyerekek a műsor végén kapnak süteményt, és ezt a süteményt el kell osztaniuk az édesanyjukkal, vagy az édesapjukkal, mert hogy ennek az ünnepnek az a szimbóluma, hogy osztozunk, mert Márton is megfelezte a köntösét a fázodi dergő koldussal. A szervező óvónő hozzátette, a gyermekek számára a legizgalmasabb mindig a felvonulás a saját készítésű lampionokkal. Nagyon sok hagyományt vettünk föl már évekkel ezelőtt, és ezeket minden évben, és legfőképpen azokra törekszünk, hogy olyan hagyományok legyenek, amikbe belevonhatjuk a szülőket is. És ez sokkal szívmelengetőbb a szülőknek is, meg a gyerekeknek is, amikor teljesen közösen az egész óvoda közössége szülőstől, gyerekestől vesz részt ezekben a hagyományokban, programokban, műsorokban. Az óvodapedagógus szerint nagyon fontos a hagyományőrzés, mert minden Szent Mártonhoz hasonló történetnek sok a mondani valója. Éppen ezért igyekeznek minél többet átadni a gyermekeknek a hétköznapokban is. Szent Márton hóban lovagolt, lovaszélnél is gyorsabb volt. Szent Márton lovagolt vígan, meleg köpenybe bújtoltan. A hóban kórus vacogott, nem viselt más citvány rongyot. Ó, légy a segítségemre, vagy megvész Isten hidege. Az Ostermayer óvodában is Szent Márton került a középpontba az elmúlt napokban. Itt is készítettek kis lámpást az óvodások szüleik segítségével, és itt is tartottak lampionos felvonulást, majd pedig az Erzsébet téren volt egy rövid kis műsor. Évről évre hagyományosan tartanak Márton napi műsort az Ostermayer óvodában. A gyermekek sokat készültek az eseményre, hiszen saját kezemunkájuk is látható volt a felvonulás során. Egész nap erre készültek a gyerekek, sőt már hetekkel ezelőtt mindenféle libás programban vettek részt, verseket, mondókákat tanultak, játékokat, dalokat, és a tegnapi napon és a mai napon barkács délelőttek voltak, amikor is a szülőkkel közösen lampionokat készítettek a gyerekek a ma esti felvonulásra. Az óvodavezető hozzátette, hogy igyekeznek tudatosan ránevelni a hagyományőrzésre a gyermekeket, mert ezek viszik előre az óvoda életét is. Ez egy olyan közös ünnep itt az óvodával, gyerekekkel, családdal együtt, amiben nagyon szívesen és nagyon aktívan vesznek részt. Volt olyan év, amikor szakadó esőbe mentünk végig a gyerekekkel, szülőkkel. Hát, ha itt maradnak, látni fogják, hogy hatalmas tömeget fogunk mi itt most megint megmozdítani Mosonba, aminek nagyon örülnek a szülők, és én úgy érzem, hogy ez egy kicsit összekovácsolja egyrészt a szülőket, másrészt az óvodában dolgozókat. Nem hiába való az ünnepség és a készülődés, hiszen a kis csoporttól egészen a nagy csoportig az óvodások már tudják, hogy ez a nap miről szól. Krisztus után 371-ben született tulajdonképpen Márton, aki egy katona családba született bele.
Ebben a családban hagyomány volt az, hogy katonák voltak, a katonának mentek a férfiak. Márton sem volt kivétel ez alól. Egy alkalommal, egy ilyen sötét téli estén, amikor éppen egy katonatársával hazafelé tartott, egy didergő emberre lett figyelmes, egy koldusra, aki éhezett és fázott, leszállt a lováról, és köpenyét ráterítette, és enni adott neki. 18 éves volt Márton, amikor a légióból kilépett, és megkeresztelkedett, és a papi pályára készült. Körülbelül úgy élete derekán lehetett, amikor is őt Franciaországban, Toulouse-ban püspökké szerették volna megválasztani. Ő nagyon nagy alázattal és szerénységgel viseltetette, mert titulus iránt, ezért, hogy ne kelljen ennek a küldetésének talán megfelelnie, elbújt egy ólba, ahol is ludak voltak, és ezek a ludak hangos gágugással, sipítozással elárulták az ő jelenlétét, így nem térhetett ki a püspökség azon. A gyermekek izgatottan várták, hogy saját készítésű lámpásaikkal végre útnak indulhassanak, és a körmenet végállomásán, vagyis az Erzsébet téren megmutathassák a vendégeknek a műsorukat. Csináltunk lámpásokat, anyuval, csak apával csináltunk, mert anyu ilyenkor dolgozott este, és aztán sokat játszunk, és aztán örülök, hogy most felmondulunk, meg előadjuk. Zsíros kenyeret tettünk, livás játékokkal játszottunk, volt ott folyóverseny, hogy kettő ember volt, és megfújtuk a tollat, és aki a legmagasabbra fújta, az nyer. Meg voltak nálunk a kicsik, és előadtuk a műsorunkat. Csináltunk lámpást reggel. Az este folyamán a gyermekek és a családtagok az óvoda udvaráról indultak el, majd Mosonban a főutcán sétáltak végig lámpásaikkal, ezután pedig gyermeki bájukkal adták elő a verses és énekes produkciójukat, amelyben minden kisgyermek szívvel lélekkel kivette a részét. Aki Mártonnapon libát nevezik, az egész héten éhezik! Hosszasan készültek az Ostermayer Ovisai erre a kis műsorra, stábunk ott járt a főpróbán. Sok szeretettel köszöntünk benneteket, macikás és halacskás kis csoportosok. Nagy hagyománya van már óvodában annak, hogy a nagyobbak műsorral kedveskednek a kicsurkáknak. Tudjátok-e, miért jöttünk ma össze? Mit ünnepünk? Mit ünnepelünk, nagyobb? Mi Mártonnapot! Mártonnapot! Ti is megünnepelitek? Igen. És tudtok-e valamit a Mártonnapról mesélni? Mi jut eszébe a Mártonnapról beszélni? Libák. A libák, így van, és nekte? Libák eszünk, igazatok van. És még? Kinek hullanak a levelek. Hát hullanak a levelek, mert ősz van, így igaz. Tessék, Orsi! Megtömik a libák. Megtömik a libák, hogy te miért is a Mártonnapról mondani. Tessék, Emília! Csinálnak a tollából párnát. Hát nagyon okosak mondtál te is, tessék. És utána meg megeszik. Igen, és holnap valami csodanap lesz itt mi nálunk. Mi történik holnap? Lámpást készítünk, és este felvonulunk. Így van. Kicsit csináltatok már lámpást anyával? Igen. Igen, mindenkinek kell készülni? Igen. Neked még nem, majd biztos segítem holni. És tanultatok-e valami éneket, verset? Mondjátok el nekünk, és cserébe mi is fogunk nektek műsort adni. Én nagyon Gracias.
csoportos éneket, verset hallottunk, ezért cserébe mi is elmondunk nektek egy történetet. Kányádi Sándor Rétszemese című történetét, ami arról szól, hogy a lányok találnak kis libákat, felnevelik őket, de hiába ősszel a vonuló libacsapattal a kis libák is elhagyják a lányokat. Gyertek, álljunk fel! Hátam vannak a mi ludaim, három szürke, három fekete, guna, guna, liba, guna, guna. Nincsen annak más jegye,
ne éhezzetek, meg igazából libát most nem eszünk, de kis libazsíros falatokkal készültünk nektek, majd a nagylányok kínálják mindenkinek körbe. Kínáljátok meg a bonyhéniket is, meg a gyerekeket is. Kedves nézőink, ez volt a Csiribiri itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Írjanak nekünk bátran az info@mosonmagyarovartv.hu e-mail címre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!